Tisztelt Hölgyeim és Uraim, sok szeretettel köszöntöm a konferencia résztvevőit. Ez a táguló horizontok egy nagyon izgalmas szókapcsolat, és örömmel mutatom be ezen a konferencián azokat az új utakat, amiket mi itt a Kőszegi Evangélikus Középiskolában próbálunk. Most már januártól az én igazgatásommal, de hiszem, hogy az elmúlt években is ezen dolgoztak kollégáim. Néhány napja, hete volt az a tanévnyitó, Veni Sancte istentisztelet, ahol én jó magam is beiktatásra kerültem, mint az elkövetkezendő 5 évben biztosan az intézmény igazgatója, és a tanévnyitó beszédemben azt idéztem, miután lejátszottam az LGT fiú című számát, hogy Presser Gábor szavaival valaki azt mondta, hogy az élet a tiéd lesz, és mi ehhez szerettük volna azt hozzátenni, hogy milyen tartalmasabb és teljesebb életet is szeretnénk a ránk bízottaknak odaadni. Nem olvasom föl ezt a részletet, de a kedves konferencia résztvevők itt nézhetik ezt a beszédbeli részt. Én igazából csak azt szeretném hangsúlyozni, hogy az élet a miénk legyen. És azt gondolom én, oktatóként, lelkészként, pedagógusként, vezetőként, hogy milyen minőségi életet élünk, az rajtunk is múlik, illetve hogy mi a ránk bizottaknak mit is tudunk adni. És hiszem azt, mindentől olvasom, hogy ehhez segíthet bennünket a most induló egyéni tanulási utakat megtalálni kívánó gimnáziumi programunk, a különböző szakmák, amelyek egy bizonyos úton indítanak el bennünket, valamint azok a társas kapcsolatok, amelyek hiszem legalább annyira segítik meghatározni azt, hogy kik is vagyunk ebben a világban. Mert az élet a tiéd lesz, de másnak is kell, hogy valamit adjál, másnak is kell, hogy valamit hagyjál, hogyha folytatjuk az LGT szöveget. És amikor azt mondjuk, hogy új utak léteznek itt az evangélikus középiskolában Kőszegen, akkor én a lehetőségek szót szeretném kulcsszóként használni. Ebben az új tanévben az én beiktatásomon kívül elindult az új gimnáziumi képzés. Hiszem azt, hogy nagyon színvonalas szakmai múlttal rendelkező új kollégákat sikerült alkalmaznunk. Nagyon jó érezni már többedik éve, egész pontosan 20 éve, de az utóbbi években különösen is a fenntartó Magyarország Evangélikus Egyházunk támogatását. És valóban az új lehetőségnek olyan eszközei is vannak, hogy az idei reformáció napjától szeretnénk majd az új honlapunkat nyilvánossá tenni, a hozzá kapcsolódó e-mail szervert már használjuk kollégákkal itt az iskolában. És aztán a megújuló infrastruktúra, hiszen azt gondolom, hogy az is fontos, hogy milyen körülmények között taníthatunk, és a belső, az milyen külső infrastruktúrával erősödik meg. Ezzel kapcsolatban itt látható a tavaly ősszel, decemberben átadott szép iskolai homlokzatunk, a tanszálló, tankertünk és a tangazdaságunk pedig a Kraft program keretében újulhatott meg, amiről később majd bővebben is beszélek. Nagyon hálásak vagyunk ezért a kormányzati támogatásért. Jövő nyárra kaptunk szintén egyházi támogatást a kollégiumunk felújítására itt az Rényi utcában, illetve még 2 hét múlva az Árpád-téri szolgálati lakásainkat is fel tudjuk újítani. A beiskolázási számok is egy olyan lehetőség, amely hiszem, hogy fontos azok számára, akik minket választanak, szülők és diákok egyaránt, és nagyon jó látni azt, hogy 100 új diákkal tudtunk a szakképzésben megújulni az idén. Hogyha az új utakról beszélünk, akkor mégis egy iskola vagyunk, ahol elsősorban is az oktatás és a képzéseink a legfontosabbak számunkra. Így csak nagyon röviden szeretnék ezeken végigmenni. Hogyha megnézik a konferencia résztvevői ezt a listát, van egy egyéves, egy 2 éves, egy 3 éves, egy 4 éves és egy 5 éves képzésünk. Nem feltétlenül ebben a sorrendben, de nagy öröm valóban, hogy 10 fővel az idén el tudtuk indítani gimnáziumi osztályunkat. Ez egy általános tantervű képzés, de elég sok alternatív elemet használunk benne. Nagyon inspiratív volt az a több beszélgetés már, amit a gimnázium osztályban végző kollégákkal tartottunk, és rengeteg ötlet van, hogyan lehet összekötni disziplinákat, hogyan lehet különböző elemeket kipróbálni.
Az 5 éves technikus képzésünk 4 szakon hirdettetik az idei zárójelben lévő elnemintúr logisztikai technikusi képzésünket jövőre újra hirdetjük. A 3 éves szakképzőiskolai képzés 2 ágazatban, a mezőgazdaságban, illetve a vendéglátás turizmus ágazatban hirdettetik. Van egy 13. technikusi évünk, illetve az érettségire felkészítő 2 év. Hogyha egyesével nézzük ezeket, már elkezdtem ezekről beszélni, a tanévnyitó után ezen a képen igazgatóhelyettes úrral éppen mi is lapátoljuk azt a földet, ami az elültetett cseresznyefát tartja. Ezt a gimnazista diákok ültették, és így szeretnénk, ott az osztályfőnök asszony Franciszkai Márta is látszik háttérben, így szeretnénk megjelölni, hogy egy új képzést indult az iskolánkban, ahol valóban nagy hangsúlyt kap a teremtésvédelem, az evangélikus identitás, a felsőoktatásra való felkészítés, a mentorok, a digitális tananyagok használata, egyaránt a felzárkóztatás, illetve a tehetséggondozás, jogpedagógus alkalmazásával a tanulás tanítása, és természetesen, ahogyan az LGT szöveg alapján is elhangzott, a közösségépítés és személyiségfejlesztés. A technikusi képzésünk immár az idéntől 5 éves, ez a régi szakgimnáziumi képzés, ami 3 ágazatban, itt nem olvasom föl, de lehet látni, valamelyiket már régebb óta gyakorolja az iskola, valamelyik új utakat jelent, azt gondolom, hogy az első 2 lehet a legerősebb így a szakképzésben itt nálunk, a mezőgazdaság és a turizmus vendéglátás ágazat. 3 éves képzéseket is ajánlunk a szakképzőiskolában, a mezőgazdaság és a turizmus vendéglátás ágazatban. Itt éppen egy olyan képet tettem ide, ami az előző vizsgaidőszakunkban Facebook oldalunkon jelent meg, iskola lelkészünktől, itt éppen a mezőgazdasági technikusok vizsgája reggelén, hogyha minden igaz. Az intézményünkhoz kollégium is tartozik, és itt ez a gyönyörű kőszegi honlapról levett drónos látképpen, itt az alsó körében látszik ugye a mi iskolánk, itt az Árpád téri homlokzattal, mellett az evangélikus szeretet otthon, mögötte itt maga az iskola épületei, és aztán a focipályán túl, még itt a várköri immár tanszálló, erről majd mindjárt beszélek, itt pedig a Zrínyi utcai kollégium, amely teljessé teszi ezt az Inzula luteránát, ahol ezt a 3 elemet, a hitéletet, a személyiségfejlődést és a mentálhigiénés támogatást is komolyan gondoljuk. Ez a tanév egy kicsit más lesz, mint a többi, de hogyha új utakról beszélünk, akkor fontos azt is látni, hogy amit tehetünk, mi tanárok és diákok felelősen felkészültünk erre a COVID-19-es helyzetre. Ott a 8-as terem ajtaján éppen lehet látni, hogy megfelelő távolságot betartva hány fő is tartózkodhat maszk nélkül a teremben, ha esetleg egy nagyobb osztályt kényszerülünk ide betenni, akkor maszkviselése kötelező. Bal oldalon ezen a szép folyosón Magyari Márton képeim jól látszik, kedves diákunk is maszkban, illetve kisebb teremben pedig a osztályfőnök és a osztály és az évnyitó napján bizony így kezdte ezt a tanévet. Ez az a tanév, ezzel a szép Veni Sancta Isten tisztelettel indult, ott bal oldalon az Erősvár a mi Istenünket, evangélikus himnuszunkat énekeltük, készfertőtlenítő és a maszk sajnos egész évünket meghatározhatja. A Zoom értekezlet, illetve egész pontosan, ha jól látom, ez a ballagásunknak a képe, mert itt nem csak tanárok vannak, hanem diákok is. Jó néhány oldalon keresztül lehetett lapozni ezt az akkori Zoom felvételt. Lehet, hogy ez idén is fel kell erre készülnünk, ahogyan tavaly már ezt egész gyakorlottan használtuk a digitális munkarend során. És akkor most szeretnék áttérni arra, hogy az elmúlt években milyen megújulás is volt az iskolánkban. 2 nagy támogató szervezetet szeretnék megnevezni, és nekik köszönetet is mondani. Már utaltam, Magyarországi Evangélikus Egyház nem csak felelős fenntartói felelősségére, hanem valóban anyagi támogatására is. A Kreatív Város Fenntartható Vidék, amely jelez ehhez a konferenciához is nagy örömmel kapcsolódunk, pedig egy 820 milliós támogatást tudott biztosítani számunkra az elmúlt években.
És hogy ezt egy kicsit részletesebben bemutassam, Illés Péter kollégám diáival, ő az, aki megbízott igazgatóként az elmúlt 2,5 évben vezette nem csak az intézményt, hanem ezt a projektet is, és itt nagyon jó volt látni, hogy szépen felépítve a tervezéssel, és aztán utána a megvalósítással, hogyan is történtek egymás után az események. Itt lehet látni, hogy a kormányzati támogatás visszanemtérítendőként kaptuk valóban ezt a 820 millió forintot. Akkor még így hívták az iskolánkat, szakgimnázium, szakközépiskola, fontos volt a Pannon Egyetemmel való partneri viszony, és aztán a három eleme az épületnek ebben a sorrendben, a tankert, a tanszálló, illetve a tangazdaság megújulása. A prioritások alul látható a tanszálló újrahasznosítása került az első helyre aztán. Ezek voltak a mérföldkövek, amikor is készült el a programdosszié, a Pannon Egyetemmel való 2015-ös megállapodás, és aztán az iskolai tervezés 16-ban indult el, 17-ben lett részletes, annak az évnek a végén meg is érkezett a támogatás, és aztán 18 januárjától támogató okirat is. Tenderkiírások, közbeszerzési listák után itt lehet látni az évszámokat, hogy főleg 18-as év második felében, és aztán a 19-es év szólt a nagy építkezésekről. Itt kollégáim legalább 1500 e-mailt és több ezer telefont intéztek ezekben a hónapokban. Nagy köszönet nekik, akár itt az intézményben, akár a Magyarország Evangélikus Egyházban, akár a projektmenedzsment, akár a kivitelezők részéről, és természetesen az ötletgazda Miszlivec Ferenc álma nélkül ez nem is valósulhatott volna meg. A fejlesztések helyszínei is itt jól láthatók. A tanszállónk oldalán immár ott van a logó is, a haramtalan szálló, a homlokzat itt az iskolában, jobbra fönt a tankert, illetve a Szombathelyi utcában a tangazdaság. A megvalósult fejlesztések, itt szőlő, körte, illetve gyógy- és fűszernövények kerültek telepítésre, valamint a épület rekonstrukció történt meg, illetve a következő képen lehet látni, hogy eszközök is kerültek beszerzésre. Itt még a gyümölcsfajták, illetve fűszernövények, szőlőfajták listája olvasható. Itt pedig a tankerti épület átalakítása, valamint a beszerzett eszközök, azóta ezeket örömmel használatba is vették diákjaik és munkatársaik. Itt pedig alulról látszik az épület, illetve a belső terem, ott azon a fakapu mögött még egy egész fontos laboratórium is megépülhetne, erről majd egy későbbi pontban szólunk. És aztán a tanszállónk, amely a Harangtorony szálló nevet kapta, július közepén megnyílhatott, hivatalos megnyitót majd október 12-én fogjuk tudni tartani, reméljük a vírus helyzet lehetőséget ad erre. Nából az a nagy öröm, hogy a diákjaink, akik itt tanulnak nálunk, akár vendéglátáshoz kapcsolódó, vagy turizmushoz kapcsolódó szakokon, hogy ő nekik ez egy igazi paradicsom, és azt gondolom, hogy közel-távol egy intézményben ennyi lehetőséget nem biztos, hogy ki tudnak máshol használni. Úgyhogy nagyon örülünk, hogy ilyen színvonalas szobákkal, színvonalas látványkonyhával, 12 fő tankonyhával, tanétteremmel, kabinetteremmel tudjuk szolgálni recepcióval az ő képzésüket, és hát valódi élesben vendégekkel is tudnak találkozni. Úgyhogy nagyon örülünk, hogy ez a tanszálló megnyitásra kerülhetett, és a harmadik pontja a Kraft megújulásnak a prioritási sorrendben a tangazdaság volt, ez pedig egy új lóistáló kialakítását jelentette, itt is egy tanterem ki tudott alakulni, egy lójártató gépet is fel tudtak szerelni, illetve itt Illés Péter kollégám mutatja, hogy a korábban itt lakó fecskékről sem feledkeztünk meg, az ő fészkeik is újra kialakításra kerültek, még ha mesterségesen is, de azóta már be is költöztek fecskék. Amit szeretnénk még megvalósítani, hiszen hogyha a konferencia címe is táguló horizont, olyan lehetőségek, amelyek még előttünk állnak, akkor azért jó tudni, hogy amikor így elkezdtünk tervezni, akkor egyik álom hozza magával a másikat, és ebben a fejlesztési ütemben sem sikerült mindent
megvalósítani. Itt például egy olyan integrált multifunkciós környezeti monitoring laboratórium jöhetett volna létre a Keszthelyi Pannon Egyetem Georgikon karával, amely egyelőre nem valósult meg, de azt gondoljuk, hogy ha az egyetem is megkapja a szükséges támogatást, akkor esetleg egy lehetséges kraft második ütemben ezt mi is tudjuk továbbra is támogatni, és a helyi gazdákkal együtt, közösen együtt dolgozni, hiszen arról szól, azt gondoljuk, az oktatás, és arról szól egy kisvároshoz, illetve egy régióhoz való tartozás is, hogy közösen hozunk létre valamit. Aztán, hogyha a lehetőségeket nézzük így zárásként, így a Táguló Horizont konferencián, hogy valóban nekünk itt a Kőszegi Evangélikus Középiskolában milyen új utaink is vannak, akkor én 5 kategóriát szeretnék így zárásként megnevezni. Ez pedig nem más, mint a pedagógiai megújulás, hiszen azért elsősorban mi egy oktatási intézmény vagyunk, tanévekben gondolkodunk, oktatóink vannak, akik ide hozzánk beiratkozott diákokat tanítják, de ezt szeretnénk megtenni úgy, hogy képesek vagyunk megújulni, pedagógiailag megtalálni azokat az egyéni utakat, amelyek legyenek akár szuperzárkóztatásról, vagy tehetséggondozásról, hogy mindenkinek a lehető legjobbat tudjuk adni. A szakképzési megújulást azt kívülről is kényszerítik tőlünk, hiszen a törvényi változásokat nekünk is szükséges követni, ez nem csak a képzési struktúrát, meg az iskola nevét jelenti, hanem a hozzá kapcsolódó képzési és kimeneti követelményekhez való alkalmazkodásokat, a megfelelő programtantervek megírását, ebben hatalmas segítség dr. Mentes Katalin szakmai igazgatóhelyettesünk, és hát ezekhez próbálunk alkalmazkodni igényesen, infrastruktúrálisan és megfelelő személyek alkalmazásával, képzésével. Az infrastruktúrális megújulásról az előző diák vetítésével volt szó, és utaltam arra is, hogy nagyon örülnénk, hogyha ez a Kreatív Város Fenntartható Vidék program tudna úgy megújulni, hogy egy esetleges második ütemben is részt tudjunk venni, mi mint evangélikus szakképző intézmény itt a régióban, például akkor az előbb említett elmaradt fejlesztéseket is meg tudnánk csinálni, illetve a tangazdaságban is, amit oly sokan kérnek tőlünk, akár egy 4 évszakos pálya, akár egy fedett lovarda, akár egy olyan állatsimogató, ahol több féle állatot is tanulmányozhatnak mezőgazdász képzésre jelentkező diákjaink. A beiskolázási megújulás, azt folyamatos feladatunknak tartjuk. Az idén arra utaltam, hogy csak a 100 szakképzésben 100 diák iratkozott be hozzánk, bár ebből vannak olyan diákjaink is, akik technikusi képzésre bent maradtak nálunk, de elég sokan jöttek kívülről is, illetve a 10 új gimnazistával pedig valóban egy új lehetőség nyílt meg számunkra, egy másfajta képzési forma is. És utolsónak hagytam, bár azt gondolom, hogy hiszek abban, és hiszem, hogy kollégáim is sokan valljuk ezt, hogy a lelki megújulás elég sok minden meghatároz egy intézményben, és minden más csak ezután következik. Ehhez pedig ezt a képet választottam, ami szintén Magyari Márton evangélikus kollégámnak a felvétele, amit még egy februári konferencia során fényképezett itt az iskolánk udvaráról felfelé, és aztán Szemerei János püspök úr pedig a tanévnyitón prédikált arról, hogy nem csak új lehetőségek nyílnak meg, nem csak új igazgató van az intézményben, nem csak új képzés indul el, hanem valóban az ég is megnyílik, ahogyan az Úristen is tudja az áldásait így önteni ránk. Hát mi várunk erre az áldásra, de hiszük azt, hogy az Úristen tenni akarást, és szürke állományt, és motivációt, és aktivitást is adott nekünk, ezeket szeretnénk úgy kihasználni kollégáinkkal, diákjainkkal, hogy valóban ezek az új utak ne csak lehetőségek legyenek, hanem ha néhány év múlva mondjuk a 13. Kraft konferencián tartunk egy előadást, akkor ezekről már úgy tudjunk beszámolni, mint megvalósult események. Így köszönöm szépen a figyelmet azzal a záróképpel, amely a már említett gimnazista faültetésnél készült, Szemerei János püspök úrral, Hildes Péter volt igazgatóhelyettessel, akinek a kraftanyagát köszönettel felhasználtam ehhez az előadáshoz. Az evangélikusok köszöntésével köszönöm meg a figyelmet a kedves konferencia résztvevőknek, erős várom Istenünk, köszönöm, hogy meghallgattam.